Áldás, békesség! Jó reggelt, szép napot kívánok mindannyiótoknak! Ez itt a Calvin Rádió, a szeretet hullámhosszán. 2023. szeptember 22-én pénteken. Hallgassuk meg együtt Istennek szent igéjét, ahogyan szól hozzánk János evangéliuma első fejezetének végéről. Az első fejezet 44-től 46. versig terjedő szakaszából így. Fülöp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt neki, jöjj és lásd meg. Ámen. Kedves barátaim, ha valami nagy és rendkívüli dolog történik veletek, ha valami különleges öröm ér, ugye az az első dolog, hogy örömötöket másokkal is megosztjátok. Írtok egy üzenetet a barátnak, vagy felhívjátok telefonon, vagy elmondjátok személyesen, mert azt érzitek, hogy az örömöt meg kell osztani. Persze az életben van olyan is, hogy már csak azért is elmondjuk, mi történt velünk, hogy milyen sikerünk volt, vagy mekkora ajándékot kaptunk, hogy a másikat hadd töltse el a sárga irigység, hogy nekem van, neki meg nincsen. De ez csak ritkán történik. Szerintem veletek ez nem fordul elő. Inkább az a szándék vezérel, hogy legyen öröme a barátunknak, vagy a szüleinknek is. Ha megosztjuk az örömünket, akkor a szeretet törvénye szerint az öröm megsokasodik. Nem úgy van, mint egy tábla csokoládé, hogyha mindenkinek adok egy kockát, akkor a végén nem marad semmi, vagy legfeljebb csak az utolsó kocka. A megosztott öröm dupla öröm. Már Pál apostol is ezt írta az egyik gyülekezetnek, hogy aki másokat felüdít, annak magának is öröme lesz. Aki másoknak örömöt szerez, az maga is örömre derül. Ugyanez történik a mai igében, ami Fülöp barátunkkal is, akiről tegnap hallottuk, hogy miután Jézus két egyszerű szóval, kövess engem, elhívta őt, magához vonzotta Fülöpöt, mint a mágnes a vasat. Nos, Fülöp talán keveset aludt az éjjel. Ettől a hatalmas örömtől, hogy ő a világ megváltójának a tanítványa lett, egyszerűen nem jött a szemére álom. Másnap pedig felkereste az egyik barátját, a különleges nevű Nátánaelt, és elújságolta, sőt, határtalan lelkesedéssel elmondta, hogy megtaláltuk az eljövendő Mesiást, megtaláltuk az Isten fiát. Lehet, hogy Nátánael tágra nyílt szemmel nézett vissza Fülöpre, és megkérdezte tőle, jól vagy? Minden rendben van veled? Tudod, milyen nap van ma? Tudod, hogy hívnak? De Fülöp nem tágított, hanem tovább lelkendezett. Igen, jól vagyok, sohasem voltam ennyire jól. Határtalan örömét még azt sem vette el, hogy barátja Nátánael akadékoskodott. Ugyan Fülöp azt mondott, hogy názáreti Jézus. Názáretből jöhet valami jó? Hát ott csak pogányok laknak, furcsa népség, nem szívesen keverednék közéjük. Nátánael egy sebzett lelkű, egy sértődött, egy csalódott ember lehetett. Tudjátok, milyen sokan vannak a felnőttek között, akik az életben valamin megsértődtek?
valami nem úgy sikerült, ahogyan szerették volna, és ezért nem akarnak hinni Istenben? Ti, kedves barátaim, ne legyetek sohasem bezárt lelkű emberek. Ha Jézus kinyújtja a kezét felétek, akkor bátran fogadjátok el. Fülöp sem hátrált meg. Nem is sértődött meg, de barátjáról le nem mondott, hanem csak annyit válaszolt, szelíden és kérlelőn, jöjj és lásd meg. Jöhet-e Mesiás Názáretből? Jöjj és lásd meg. Azt kívánom, hogy Isten szeretete ölelje át gyermeki szíveteket. Újítsa meg bennetek azt a határtalan gyermeki lelkesedést, amivel születtetek, csak a felnőtt világ valahogy elfeledtette veletek. Újongó örömmel örvendezzetek, és hívjátok szüleiteket is Jézus közelébe. Így legyen. Ámen. Most pedig, kedves barátaim, együtt mondjuk el a Jézus Krisztustól, a mi Urunktól megtanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon szép napot kívánok, és a nap elteltével pedig majd kellemes hétvégét és jó pihenést, áldás, békesség.